Ezek a felvételek még júliusban készültek. Akkor a város egyik legnagyobb forgalmú utcájában, a Kossuth utcában kezdődtek meg az útkarbantartási munkák. Jelenállás szerint itt hamarosan átvágják majd a képzeletbeni szalagot, visszaadva az utcát a forgalomnak. Ez pedig már a Kinizsi utca, mely a 6-os útról bejöve az első, így valamilyen módon egyfajta marketing jelentősége is van az állapotának. A város érezve az itt lakók nehézségeit pályázatot nyújtott be a burkolat felújítására. Az igazi az lenne, ha a város minden utcája jól néz neki. De én azt gondolom, hogy nyilván nem ez a legfontosabb, de hát ez is fontos. Akkor, amikor mi döntünk arról, hogy milyen utcát újítunk föl, akkor kizárólag szakmai szempontok számítanak. Tehát én azt gondolom, hogy ugye két teljesen új utcát építettünk ebbe a ciklusba, a Víztorony utca még földes részét, illetve a Szamos utcát. És azon felül pedig útjavítások vannak. Ugye a Telen a Kft-n keresztül ilyen kisebb-nagyobb javításokat folyamatosan végzünk, de a belügyminisztérium mi pályázatok, tehát kizárólag a magyar állam támogatásáról van ebben az esetben szó, lehetőséget adnak egy 30 milliós pályázati keretre. Ez azt jelenti, hogy 30 millió forintot kapunk a magyar államtól, és 10 millió forintot tesz hozzá ehhez Tolnaváros költségvetése. Nyilván itt a szakma az, ami eldönti, hogy a lehetőség szerint a teljes összeget kihasználva, tehát ami körülbelül 40 millió forintba kerül, és nagyon nagy forgalmú utca, és nagyon rossz állapotban van. Tehát ebben az évben, még a tavalyi évben is volt ez a belügyminisztérium pályázat, és ebben az évben tudtuk átadni, mert olyan későn kaptuk meg a pénzt, hogy tavalyi évben már nem volt mennek a felújítására lehetőség, tehát ezt a tavasszal készítettük el, és ugyanennek a pályázatnak a keretében most megint nyertünk 30 millió forintot, ezt még a tavasszal készítettük elő. Arra gondoltunk, hogy a Határ utca, ami a volt Tesco áruház miatt egy elég nagyforgalmú utca volt akkor is, azóta is nyilván, de akkor még sokkal többen jártak ezen az utcán, és nagyon tönkre ment az út burkolata. És azt gondoltuk, hogy erre kérünk egy előzetes árajánlatot, megnézzük, hogy mennyibe kerül. Igaziból szeretük volna szélesíteni is, de ez a 40 millió forint ez erre nem elégséges, tehát itt csupán arról lesz szó, csupán, hát ez is egy fantasztikus dolog, de itt arról lesz szó, hogy a meglévő utat felújítsuk, és a patkák mellette rendbe hozzuk. Ugyan utcában lehet, hogy nem sok, amit ebben a ciklusban fel tudtunk újítani, hiszen az említetteken túl még ugye a Kossuth-Lajos utcáról ne feledkezzünk el, hiszen ez is egy pályázat keretében újul meg, de azért kilométerben ez nagyon-nagyon sok, és összegben is nagyon-nagyon sok, hiszen a város pályázatból és önerőből több mint 100 millió forintot költött ebben a ciklusban eddig az út felújítására, és ebben a Kossuth-Lajos utca nincs benne. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy a mi költségvetésünkből ez nem kevés. A Kinizsi utca meghatározó közlekedési pontja Tolna ezen részének, mondja Berta Zoltán alpolgármester. Olyan forgalmat bonyolít, melynek a terhelése megköveteli a jó minőségű burkolatot. A városnak a 6-os úthoz közeleső részének átmenő forgalmát is a Kinizsi utca viszi el részben, illetve hát több mint 70 lakó ingatlan van az utcába, és két irányba 4, illetve 5, ugye a rövidebb utca nyílik a Kinizsi utcából, de mégis gépjármű forgalom tekintetében meglehetősen nagy forgalom bonyolódik le ezen az utcán. Ez egy 830 méter hosszú utca, közel 3000 négyzetméter aszfalt terítés fog itt az elkövetkezendő napokban megtörténni. Ehhez csatlakozóan két oldalt egy-egy méter szélességben összesen közel 1700 folyóméter patka fog elkészülni. Illetve az Kinizsi utcával párhuzamos Tavasz, Akácfa, Határ utcának nem az utca felújítása, nem az útburkolat felújítása, de a patka felújítása is tavasz óta folyamatos, hiszen az hasonlóan nagy forgalmú, átmenő forgalmat is lebonyolító utca. És mi úgy gondoltuk, pontosabban ugye az év elején, amikor az idei évi útfelújításokról kezdtünk gondolkozni, az építési osztály, illetve városgazda szakmai meglátásait figyelembe véve, illetve a lakossági jelzésekre hagyatkozva, hogy ez mindenféleképpen egy frekventált területe közlekedés szempontjából a városnak, ezért szükségszerű itt is elkezdeni nem csak a kátyúzásokat, hanem az útburkolat felújításokat is.
A képviselőtestület döntése értelmében a Kinizsi utca felújítását a város saját cégével, a Telena Kft-vel végezteti. A tervek szerint a téli időszak beállta előtt az utca ugyanúgy, mint a belváros, elkészülhet. A tolnai városvezetés azt mondja, tisztában van azzal, hogy több utcában is ilyen sürgős beavatkozásra volna szükség, ám hogy éppen melyik kerülhet sorra, az elsősorban pénzfüggő, és ennek tudatában szakmai kérdés.